Kedves jó testvérek! A mai evangélium legfontosabb kérdése minnyájunk számára nem más, mint hogy én hogyan társulhatok a bölcs szüzek csapatához. Nincsenél fontosabb kérdés a mi életünkben, hogy a Szentpál apostol írja a mai leckében, hogyha majd Krisztus eljön és találkozok vele, vele tudjak élni örökkön örökké. A gond, testvérek, valóban igazából csak abban áll, hogy olyan láttuk a mai evangéliumban, hogy amíg a vőlegény nem jön el, addig nem lehet megkülönböztetni, hogy ki a bölcs, és ki az oktalan, ki a balga, ki a bolonc ember, ki a bolonc szűz. És éppen azért esetleg vizsgáljuk meg ma azt, hogy én hogyan tudok a okos, a bölcs szüzek csapatához társulni. Szent Atyánk Ferenc pápa 2 éve ezelőtt, amikor az elhunyt bíborosokért mutatott be szentmisét, ezt a gyönyörű evangéliumi példabeszédet hozta elő, és testvérek, azt mondta a Szent Atya, hogy nagyon szép és sok rétű ez a példabeszéd, de van egy fogalom, ami áthatja az egészet, és ez nem más, mint az olaj. Éppen az olajnak a megléte vagy a hiánya osztja szét, osztja fel a szüzeket okosakra, bölcsekre és balgákra, ostobákra. De milyen is ez az olaj, testvérek? Szent Atyánk azt mondja, hogy ez az olaj, ez láthatatlan. Az olaj az nem az átetsző, szintelen, észre sem lehet venni. És mind a két szűz csapat visznek lámpásokat, de csak a balgák visznek korsóikban olajat is. Csak a bölcsek azok, akik olajat visznek, akik túl tudnak látni azon, amit csak a szem lát. Éppen a balgáknak a balgasága, testvérek, abban áll, az ostobaságuk abban áll, hogy ők nem képesek tovább látni. Hogy ők csak a lámpásukra, csak a külsőre figyelnek, csak arra figyelnek, ami szemmel látható. De testvérek, a mai példabeszéd nekünk is mindjárt szól, hogy mi a halálunk pillanatában ne járjunk úgy, mint a balga szüzek. Hogy meglepődünk majd Krisztus úrunk előtt, hogy nekem itt a lámpás. De az Úr nem a külsőt. Az Isten nem azt nézi, amit mi szemmel. Az Isten a belsőt, Isten az olajat nézi. Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Emlékeztek bizonyára, a 90-es évek elején volt egy csoki reklám, és az volt a reklámnak a mottója, hogy ronda, de finom. A keresztény ember túl tud látni azon, ami látható, és inkább a láthatatlannal foglalkozik azzal, ami bent van. És mi is ez az olaj? Mi is ez az olaj, testvérek? Számomra mindig olyan meghökkentő, amikor látom a Szent Atyát, nyilván nem utazik olyan sokat, de egy egyszerű fiatba ül bele, hogy már nem a pápai palotában lakik, hanem egy vendégháznak az egyszerűen berendezett szobájába. Nagyon szegényes körülmények között lakik, és mégis bent, micsoda gazdag. Vagy tudok egy olyan édesanyáról, az egyik antalkuszi plébánia, aki végig szenvedte az egész életét. Nagyon nehéz élete volt, de ragaszkodott Krisztushoz. És akkor elkezd beszélni, én magam is rácsodálkozok, hogy lehet ennek az asszonynak ilyen hite. Olyan sokszor szégyenülünk meg mi papok a gyóntatószékben, amikor látjuk, hogy egy-egy hívő milyen komolyan és milyen éli meg a hitét. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. És mi is ez a láthatatlan, testvérek? Sokat gondolkodtam azon, és lehet, hogy így nem állja meg teljesen az igazat, de valami van benne, hogy a negatív tulajdonságaink azok mind láthatóak. Ha valaki haragszik, kiül az arcára. Ha valaki türelmetlen, nem tud megmaradni a helyén. Ha valaki hazudik, már hazugság vizsgáló gép sem kell, hogy rájöjj arra, hogy a testéből ki lehet olvasni, hogy hazudik. Ha valakinek zavar, vagy ha valakinek lelkismeret fúdolása van, akkor látni rajta, hogy fél.
A negatív tulajdonságokat mind észre lehet venni, de a pozitív, a jó tulajdonságokat pedig inkább nem. És amikor ma arról elmélkedünk, testvérek, hogy mi a láthatatlan, akkor talán pont ezekre a pozitív tulajdonságainkra, az erényekre is figyelhetünk. Mert nem lehet azt, testvérek, hogy a negatív dolgainkat, a láthatókat, amelyeket sokszor fel is erősítünk, hogy ezeket ne oldjuk meg. Általában mi besöpörjük a szőnyeg alá, vagy még meg is erősítsük magunkban. De pont a mai olajnak a láthatatlan volta arra hív bennünket, hogy tápláljuk ki magunkból, hogy plántáljuk el magunkba a jó erényeket, amelyeket nem lehet látni, de amelyeket viszont az Úr lát. Hogy valóban, hogy tudjunk küzdeni a jóért magunkban, hogy akarjuk a jó erényeket, a jót, ami láthatatlan, de mégis ez a fontos. És lehet, hogy testvérek, a világ azokat díjazza, azokat emeli fel a bölcsesség fokára, akik ennek a világnak a látható dolgaiért rajonganak, és akik a belsőn dolgoznak, azokat lenézik is, őket nevezik balgának, az Úrnak a látás azonban fordított. Ő soha nem a külsőt, soha nem a látszatot, hanem mindig a szív belsejét vizsgálja, arra figyel oda. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy legyünk mi olyan bölcsek, akik túl tudnak látni ezen a világon, akik tudjuk, hogy a látható nem kísér el a sír után, hanem a sírba csak azt viszem, amit bent műveltem ki. Segítsen bennünket Lola és Szent Ignácnak az egyik lelki gyakorlatos tanácsa, aki azt mondja, hogy írd meg a búcsú beszédedet. Írd meg azt a beszédet, amit te a saját magad temetésén hallani szeretnél, hogy milyen voltál. És már is tudod, hogy mik azok az erények, amelyekért fáradozni kéne. Hogy már ne a külsőre, már ne a láthatóra, hanem sokkal inkább a láthatatlanra fordítsd a figyelmedet. A másik, amiben az olajra tudunk nézni, az olajnak a célja. Túl azon, hogy színtelen és láthatatlan, átetsző, az olaj célja, testvérek, nem más, mint az, hogy égjen, mint az, hogy világosságot, hogy meleget adjon. De hogyan teszi meg ezt az olaj? Úgy, hogy önmagát emészti fel. És testvérek, már is itt jön a kérdésünkre a válasz, hogy hát hogyan tudunk mi olajat vásárolni, ahogyan a szüzek azt megtették. Kik azok a kereskedők a mi életünkben, akitől ezt az olajat tudom venni? A mai evangéliumi példabeszéd gyönyörű. Amikor megérkezik a vőlegény, a szüzek felszítják a lámpásaikat, vagyis hogy még nagyobb lángra csavarják, hogy még jobban égjen, hogy az olaj még jobban fogjon. És a kereskedő testvérek nem más, mint az Úr Jézus, aki pont úgy tudja, aki pont úgy adja az olajat, hogy mi elhasználódunk. Olyan az egyik énekünk is mondja, hogy ez egy önpusztító lobogás. Mi csak úgy tudunk olajat venni, hogy közben felszítjük az életünket. Testvérek, az okos szüzeknek a bölcsessége ezen a szinten tudjátok, miben áll? Amikor Gömörben voltam a nyáron, csomó gótikus kis templomot néztem meg, és ezen a belső íven, diadal íven, ami elválasztja a szentét a hajótól, pont a 10 szűz volt felfestve. És nem értettem meg, hogy ez miért van, talán most is csak belemagyarázom. De tessék, számomra ez a 10 szűz azt jelenti, hogy a vőlegény már itt van, hogy már nem érhetünk tartalék lángon, hogy már fel kell szítani végre életünknek a mécsesét, hogy végre a másikért kell élni. Hogy végre ki kell lépnem a kényelmemből, a megszokott életemből, hogy végre észre kell vennem a másikat, mert nincs idő. Hát a balgaszüzek ezt vétették el, hogy ők nem vették észre, hogy a vőlegény megvan, és akkor utána akartak elmenni a kereskedőhöz. A
kereskedő, Jézus már itt van, aki úgy ad nekünk olajat, hogy közben mi szépen lassan kiégünk, most értsétek jól, hogy elég a életünk olaja, és ő így ad plusz olajat, így lehet olajat venni. Itt is segítsen bennünket a Szentlélek Úristen az erősség lelke, hogy valóban tudjunk kilépni önmagunkból, oda sietni a vőlegény elé. Ezekben a nehéz időkben, amikor valóban próbáljuk csökkenteni a találkozásainkat, legyen házi feladat, hogy a találékon, szeretetben tudjuk megtalálni a másikat. Hogy hívjál fel valakit, akivel régen beszéltél, barát, ismerős, rokon, szomszéd, hív fel. Vagy olyan sokan vannak most közünk karanténba, hát hív fel őket, hogy nem tudnál nekik valamit segíteni. A vőlegény már itt van, nem élhetsz tartaléklángon, tessék felszítani a mécsest, hogy az olaj elégjen, de Krisztus, a kereskedő ad mindig elegendő olajat. És itt is segítsen bennünket, esek Loyola Szent Ignác, aki azt mondja, hogy a mai napot azt vizsgáld meg a halálod napjának a fényében. Hogy az utolsó ítéleten te mit változtatnál ma, abból, amit ma csináltál. És tudjátok, a legnagyobb vétkeink, bűneink talán nem azok, hogy mit csináltunk, hanem hogy mit mulasztottunk el. Pont a bíró az utolsó ítélet fényében ma még meg tudom nézni, látni, figyelni, észrevenni, hogy mi az, amit másképpen csinálnék, mi az, amit elmulasztottam, és mi az, amit jól csinálok. Mindig ez a halál álljon előttem, hogy a halál fényében ma még mit tudnék másképpen csinálni. És a harmadik ilyen összehasonlítás a bölcs és a balga szüze között, tessék, az nem más, mint hogy ennek az olajnak, ennek van illata. A példabeszéd végén a szüzek próbálnak, a balga szüzek próbálnak bejutni, de nem megy. Azt mondja nekik a vőlegény, hogy nem ismerlek benneteket. Nem ismeri fel a vőlegény a balga szüzek olajának az illatát. És tudjátok, hogy mi ez az illatos olaj, ez az illó olaj, ennek az olajnak az illata? Az okos szüzeknek a készülődése. Az okos szüzek még azelőtt, mielőtt a vőlegény megjött volna, készültek, és kolosaiban olajat is vittek, olajat is vettek, készültek. A balga szüzek balgasága abban áll, hogy mindent olyan íme lámul, olyan gyorsan legyen meg, aztán le van tudva. De így nem lehet. Így a munkának, így az életemnek nincs illata. Amikor hosszú, Katinka már nem tudom hányik aranyérmét nyerte meg, akkor ott egy hosszú interjút, és ott azt mondta, hogy neki nem volt gyerekkora, nem voltak neki barátai, nem járt bulikba, hanem reggeltől éjszakáig mindig a medencében volt. És mégis őt az vitte mindig előre, hogy ki tudja magával hozni a maximumot, és hogy jó ott a világ dobogóján lenni. Tessék, hasonló a motivációnk nekünk is, hogy a vőlegénnyel való kapcsolatunk, amiről a Szentlecke olyan szépen beszél, hogy örökké az Úrral leszünk, ez az öröm nem a távoli homályban van, hanem már most megélhető Krisztussal. Éppen a Krisztussal való öröm ad nekünk erőt ahhoz, hogy készülődjünk, hogy le tudjunk mondani, hogy a mi életünk ne legyen szétszórt, ne csak ilyen félig meddig legyünk keresztények, hanem pont az Úrral való örömért képesek legyünk a készülődésre, a lemondásra. Tudjátok, amikor most, hogy ugye nincs annyi munka, itt-ott megnézem a gasztroangyalt, és ott hallottam egyszer, hogy addig kell dagasztani a tésztát, amíg a padlásról nem csurog, vagyis amíg az ember nem kezd el a homlokán izzadni. Pont az a belefektetett munka,
Pont a munkának a izzadság szaga, a készületnek a nehézsége adja meg az életünk illatát, adja meg életünk olajának az illatát. Kedves testvérek, most már tudjuk nagyjából, mit jelent virasztani, mit jelent bölcsnek lenni. Bölcsnek lenni és virasztani nem jelent mást, mint hogy a láthatatlanra fordítom a figyelmemet, hogy a belső értékemet próbálom erősíteni magamba. Virasztani nem jelent mást, mint hogy lelkesedek, mint hogy lánggal égek a felebarátért, hogy szolgálok, hogy segítem őt. És lelkes és virasztani, bölcsnek lenni nem jelent mást, mint hogy teljesen beleállok az evangélium útjába. Így lehetek én is társa a bölcs szüzeknek. Így lehetek én is azon szüzeknek a társaságába, akiket az Úr bevisz magával az ő örök mennyegzős lakomájára. Három kérdést hoztam nektek erre a hétre. Próbáljunk ezeken gondolkodni és válaszolni. Az első: milyen belső értékemet, tulajdonságomat szeretném kiművelni magamban? A második: hogy képes vagyok-e nyafogás és morgás nélkül szolgálni és szeretni? A harmadik: hogy szeretnék-e teljesen Jézus követője lenni? Amen.